Tisztelt hallgatók! Egy nagyon jelentős témába, az elektromos és mágneses terek megismerésének történetébe kezdünk bele most, és ez olyan méretű ez a téma, hogy három videóban is tárgyaljuk majd, mert annyira fontos mind a történeti, mind a mai alkalmazások megértése szempontjából. Az első videó az alapjelenségek megismerésének történetét tartalmazza. Ugyanúgy, mint ahogy az optika történetében, itt is visszamegyünk az ókorra, és nagyon sokszor össze fogjuk kapcsolni az itt elmondottakat a korábban a mechanikában, vagy most már az optikában elmondottakkal. Nos, a legősibb eredmények az elektromos és mágneses jelenségek kapcsán a jelenségeknek a tényének a megismerését mutatják. Például az egyik ősi eredmény az az, hogy a borostyánkő, itt láthatunk egy borostyánkövet, szándékosan nem egy szintiszta, letisztított borostyánkőről, hanem a természetből előszedhető borostyánkőről, amely mindenféle darabkák is vannak, mutatok egy fényképet. Szóval a borostyánkő, ami ékszerek készítésére is használatban volt a kora ókortól kezdve, ezt, hogyha valamilyen száraz anyaggal, mondjuk száraz szörmével megdörzsölték, akkor valami furcsa állapotba került, kis darabkákat odavonzott magához. Például egy száraz szörmének a szőreit, vagy száraz porszemeket magához vonzott a borostyánkő. Nem túl messziről, tehát ez maximum 1-2 centiméterről rántotta oda a könnyű dolgokat, de azért ez már feltűnt az embereknek. Mai néven ezt statikus elektromosságnak nevezzük. Akkoriban még nem tudták, hogy ez pontosan mit jelent, és hát valójában innen ered az elektró előtag, tehát ami az elektromosság, elektron, stb. Az ógörög borostyán szóból ered. Ismerték a jelenséget, de nem értették. Aztán volt egy másik jelenség is, ami hasonlított ehhez. Találtak olyan vasérceket ősidőktől kezdve, amelyek bizonyos vastárgyakat magukhoz vonzottak. Itt láthatjuk, hogy a lágyvas, tehát a szögeket, a lágyvas és acél tárgyakat magukhoz vonzák. Ez szándékosan nem egy ilyen letisztított, hanem még ilyen kibányászott, szabálytalan alakú mágnes vasércet mutatok be ezen a képen. Ma ezt statikus mágnesességnek, vagy ferromágnesességnek nevezzük ezt a jelenségkört. És még az ókori eredmények között tartjuk számon, bár ennek már nagyjából tudjuk, hogy az időszámításunk kezdete környékén ismerték meg az ókori Kínában az első iránytűket. Furán néz ki, talán egy mai ember nem ismerne rá egyből, hogy ez egy iránytű, pedig az. Egy alaplapon ez a kanál alakú valami szabadon elfordulhatott körbe-körbe, mert az alsó domború felén billegett. Ezt az eszközt eredetileg a Kínában jóslásra használták, megpörgették, és azt nézték, hogy milyen irányba áll meg ez a megpörgetett kanál, és itt a feliratok alapján jósoltak. Most azt vették észre, hogyha ilyen mágnes vasércből készítik el ezt a kanalat, és megpörgetik, akkor mindig ugyanabba az irányba áll be. Attól függ, hogyan készítik el, északi vagy déli irányba mutat ez a hegyes vége ennek a kanálnak. Használták is a hajózásban ezt utána. Ma ezt iránytűnek nevezzük, és ami az egészet biztosítja, hogy működjön, az a Földnek a mágneses tere, ami az iránytű elfordulását szabályozza. De, ahogy szoktuk mondani, az ókorról nagyon sok ismeretben nem lehetünk biztosak. Itt van például egy zavarba ejtő lelet, amit vagy bagdadi elemeknek, vagy pártus elemeknek neveznek. Nem tudják pontosan a történészek pontosabban behatárolni, de azt mondják, hogy az ilyen második és hatodik század közöttről származik valahol a mai Bagdad területéről. Ez egy egyszerű cserépedény, és találtak benne egy vasrudat, ez itt a vasrúd, és egy részcsövet, ez üreges belülről ez a
részcső, amit itt van. Egy elképzelt összeállítás, az így nézhetett ki, a jobb oldali ábrán láthatjuk, hogy hogyan lehetett ez összerakva. Hát nem így találták meg, ugye ez találgatás, viszont a méretek stimmelnek, és könnyen lehet, hogy tényleg így volt összerakva. Nos, a mai embernek az jut eszébe, hogy ha ezeket összerakjuk, és valamiféle nem tiszta vizet, hanem elektrolitot öntünk bele, ami lehet egyszerűen gyümölcslé, vagy valamiféle savas víz. Szóval, hogyha ilyet teszünk bele, akkor ez galvánelemként viselkedik. Később majd elmagyarázom a galvánelemet részleteibe, de olyan, mint egy áramforrás. Működik is, meg is építettek ilyet, és ilyenkor a vas meg a rész között olyan 7 volt körüli feszültség mérhető. Nincsen más oka, hogy ezt a berendezést így rakták volna össze. Nem volt a vasnak meg a résznek olyan kulturális jelentősége, hogy ez jelentette volna ezt a, hogy valamilyen jelentése lenne ennek az eszköznek. Csak találgathatunk, hogy mire használhatták, mert nem maradtak fönn írásos bizonyítékok. Legvalószínűbb, hogy felületek vékony fémréteggel való bevonására, úgynevezett galvanizálásra használták ilyen áramforrást. Ezt majd később elmagyarázom, hogyha valaki amúgy nem tudta volna, mi ez a galvanizálás, az a felületek vékony fémrétekkel való bevonása. Sok fantáziálás is látható az interneten, vagy még a Mythbusters-ben is próbálkoztak vele azok a bajszos fickók, akik összeraknak dolgokat, és megnézik, hogy hogyan működik. Sok csacsiságot mondanak ezek az emberek. Biztos, hogy ezzel az eszközzel nem világítottak, vagy nem generáltak óriás szikrákat, vagy ilyesmi, arra nem alkalmas. Nem állít elő túl nagy feszültséget, és túl nagy energiát se tud leadni, tehát ezzel nem hajtottak elektromos motort, vagy működtettek lámpát, az egészen biztos. Hát lehet, hogy valami sötétbe látszó icipici szikrákat lehetett vele kelteni, de mai elektromosságtani tudásunk alapján azt lehet mondani, hogy egy ilyennel, vagy néhány ilyennek az összekötésével azért galvanizálást, tehát fémréteggel való bevonást lehetett csinálni. Ezt később majd elmagyarázom, amikor odaérünk Luigi Galvanihoz. A középkori embert is foglalkoztatta a mágnesességtan. Arab tudósoktól is láthatunk jegyzeteket, akik megpróbálták megfejteni a titkát. Nem jutottak nagyon előre, inkább csak a jelenségeket írták le. Aztán a középkori Európából egy Petrus Peregrinus nevű embertől van egy írásunk, egy rövid mű 1269-ből maradt fönn. Zárójelben megjegyzem, hogy ebben a korban még egyáltalán nincs könyvnyomtatás, és könnyen lehet, hogy mások is írtak a témáról, csak esetleg azok elvesztek. Petrus Peregrinus műve megmaradt, és ezen a művön jócskán látszik a középkori gépészeti fejlesztéseknek a nyoma, meg az érdeklődés és a motiváció, hogy valami érdekeset hozzanak ki az eszközökből. Például az elektromos és mágneses dolgokból. Petrus Peregrinus főleg a mágnesességgel foglalkozott, például tervezett egy precíz iránytűt. Itt láthatjuk a könyvéből az iránytűnek a rajzát. Nem volt elég a jelenség, azt akarta, hogy minél pontosabban lehessen az irányt ezzel kijelölni. Ugye például a hajózásban vagy térképészetben játszik ez fontos szerepet. Aztán Petrus Peregrinus megismerkedve a jelenségekkel bevezette a mágneses pórusoknak a fogalmát. Ez a fogalom tőle jön, és leírta azokat a szabályokat, amiket ma már ismerünk, hogy azonos pólusok taszítják, ellentétes pólusok vonzzák egymást. Valószínűleg ezt korábban is ismerték, de ő tőle tudjuk először, hogy ezt nagyon módszeresen leírta. Aztán egy pici iránytűvel egy nagy mágneses gömb környékén kimérte, hogy milyen irányba áll be az iránytű, és mai szavakkal nézve a mágneses gömbnek az erővonalait rajzolta föl. Tervezett mágneses motort is, mert azt látta, hogy a mágnesesség képes
a dolgokat elforgatni. Hát a Földnek a statikus mágnesessége egy irányba beállítja az iránytűt. No, gondolta, hogy ha mágneseket meg mi magunk forgatunk, akkor esetleg egy forgó részt ezzel forgásra kényszeríthetünk, és ezzel tudunk valamilyen gépet meghajtani esetleg. Tervezett is ilyen mágneses motort, ő azt gondolta, hogy ez önmagától mozog, tehát örökmozgó, ne feledjük, ekkor még az energia megmaradás törvénye sehol sincsen. Szóval tervezett egy ilyen eszközt, ami nem működne. Neki sem működött ez az eszköz, de mutatja azt, hogy az 1200-as években már mik motiválták azokat az embereket. Emlékezzünk vissza a középkorról mondottakra, ekkor már nagyon dominál, hogy az emberi állati erőt valami gépi erővel pótolják, vízimalmok, szélmalmok voltak például, amiket ekkoriban használtak. Egy érdekes megjegyzés, hogy ma már tudjuk, hogy nem lehet tisztán mágnes vasérccel örökmozgó mágneses motort létrehozni, de a 20. század második felébe készítettek olyan motorokat, amik némi betáplálást igényelnek, tehát elektromos hálózatból vagy telepről vesznek fel áramot, de rásegítenek állandó mágnesekkel, és az állandó mágnesek plusz energiáját kihasználva nagyobb teljesítményt adnak le, mint amit a hálózatból fölvesznek. Tévesen néha ezeket is örökmozgónak nevezik, vagy pedig ilyen energiaszaporító gépeknek, valójában arról van szó, hogy a mágnes vasércből szedik ki az energiát. És egy idő után ezek leállnak, mert a működés során lemágneseződnek ezek a mágneses motorok, de megvan a maguk alkalmazási köre. Na de vissza Petrus Peregrinushoz, arról is fantáziát, hogy esetleg ez a mágnesesség az, ami a bolygókat mozgatja. Ugye tudjuk, hogy ekkor átvették az ókor eredményeket, ami szerint a bolygókat ilyen kristályszférák között gördülő gömbök mozgatják, de az akkori ember már tudta, hogy ezek irgalmatlanul nagy méretűek, és nagyon nem akarta elhinni, úgy igazán senki se, hogy tényleg ekkora gömbök, átlátszó gömbök ott töltik ki a világ mindenségének a nagy részét. És egy ilyen láthatatlan, távolba ható mágneses erő az jobban elfogadható volt például Petrus Peregrinus számára. A következő ember, akit megemlítünk, az egy jó nagy ugrással, persze közben mások is foglalkoztak vele, csak ezzel a korral kevesebbet foglalkozunk, mert ezek tulajdonképpen csak előkészítő eredmények voltak. Szóval a következő ember az William Gilbert volt, aki Angliában az udvari orvos tisztséget töltötte be, de kísérletezett mágneses és elektromos terekkel is, és nagyon precízen, módszeresen végrehajtva a kísérleteket, fölírta ezeket, följegyezte, és egy könyvbe leírta. A kor szellemnek megfelelően hangsúlyozza a kísérletezés fontosságát, tehát hogy toljuk el a kísérletezés fele a hangsúlyt az elméletről, görögökhöz képesti szemléletváltás, pontosan leírja a Földnek a mágneses terét, ugye ezzel már Petrus Peregrinus is foglalkozott, észreveszi az inklináció jelenségét, ezt a következő oldalon majd bemutatom egy rajzon, ami a William Gilbert könyvéből van, de szövegesen elmondva az inklináció jelensége, a mágneses inklináció azt jelenti, hogy egy mágnestű, ha nem csak függőleges tengely körül hagyjuk forogni, hanem szabadon hagyjuk forogni, akkor az lefele vagy fölfele is bólintana, tehát nem viszintesen állna be szíve szerint, hanem egy jól meghatározott irányba, például nálunk 45 foknál meredekebben mutatna a viszinteshez képest. Aztán ő is leírja a pólusoknak a szabályait, megmutatja azt is, hogy nagyon sok test elektromos állapotba hozható, nem csak a borostyán. Addig kevés anyagot ismertek, amelyek dörzsüléssel elektromos állapotba hozhatók voltak,
William Gilbert megmutatja, hogy sok ilyen anyag van valójában. Aztán megállapítja nagyon helyesen azt, hogy a mágnesek alapvetően forgatnak, az elektromos testek pedig vonzanak vagy taszítanak. Na most álljunk meg egy pillanatra, hiszen a mágnes is vonzza a tárgyakat. Gilbert átlátott a szitán, a sok kísérletezés közben rájött, hogy a homogén mágneses tér, az egyenletes mágneses tér, mint például a Föld mágneses tere egy szoba térfogatán belül, ez elsősorban forgató hatást fejt ki, és nem vonzó vagy taszító. Ugye az iránytű nem kezd el északfele vagy délfele mozogni a Föld mágneses tere hatására, hanem forog, és a mágnesek akkor vonzanak csak, hogyha inhomogén a mágneses tér, tehát mondjuk egy kis mágnes vasércnek a közelébe vagyunk, és ott eltér a... tehát például oda teszünk egy iránytűt, és akkor annak a méretén belül eltér a mágneses térerősség. Gilbert azt a hipotézist fogalmazza meg, ami évszázadokig él, hogy valami finom folyadék tölti ki a teret magunk körül, ezt később ugye éternek fogják nevezni, és ez közvetíti a mágneses és elektromos erőhatásokat. Itt van két rajz William Gilbert könyvéből. A baloldali rajz azt mutatja, hogy egy mágneses gömb környékén elhelyezett pici iránytű milyen irányba szeret beállni. Itt oldalt vannak a pólusok. Ez az egyik pólus, ez a másik mágneses pólus. És látszik, hogy, hogy valamiféle erővonalrendszert kezdenek el ezek az pici iránytűk kirajzolni, de ezt alkalmazta William Gilbert a Föld mágneses terére, és azt mondta, hogy a Föld is egy nagy mágnesként viselkedik, és meg is mutatta, hogy az iránytűk azok szeretnének függőleges irányban is bebillenni, ezt nevezte ugye mágneses inklinációnak. Föl is vetette, hogy ezt esetleg a tengeri navigációban lehet használni. Hát kiderült, hogy lehet, csak azért ennél sokkal jobb módszerek is vannak. A jobb oldali ábra kettő közül, az pedig egy elég összetett jelenséget, a mágneses megosztást mutatja. A következőt kell gondolni. Ez a C, ez egy nagy mágnes vasércből készült gömb, ami fölé két vékony fonálon egy-egy lágy vas darabot belógatunk, ezt az A meg a B darabkát. Ha nem lenne itt a mágneses gömb, akkor az A és a B darabka egymással érintkezve lógna szépen lefele. A mágnes viszont kikényszeríti, hogy ideiglenesen fölmágneseződik ez a két darab. Ez nem olyan vas, amit állandó mágnessé tenne ez a nagy darab mágnes. És mondjuk az történik, hogyha például ennek a C gömbnek fönt északi pólusa van, akkor az A és a B-nek is úgy alakul, hogy az alsó vége déli polaritású lesz, a felső vége északi polaritású. Ugyanezt kellene ide is fölrajzolnom, csak egérrel elég bénán rajzolok, bár talán azért látszódik, amit ide rajzolok. Szóval indukál a mágnes a közelébe elhelyezett vasakban mágneses teret, és akkor az így fölmágneseződő két vasdarab taszítani fogja egymást, mert egymás mellé az azonos pólusaik kerülnek. Na, ez már olyan jelenség, amit a legtöbb mai ember se ismer, ha nem tanulta ezt valahol. Na, ilyeneknek a leírását adja meg precízen William Gilbert, és járul ezzel hozzá a jelenségkör megismerésére. Ez egy nagyon-nagyon fontos eredmény már az 1600-as évek közepéről, egy Otto von Guericke nevű polihisztor, az eredménye nagyon sok mindennel foglalkozott, a légnyomással kapcsolatban és végzett jelentős kísérleteket, és mellesleg Magdeburg polgármestere volt, szóval politikai tevékenységet is, funkciót is látott el.
Itt az számít nekünk, hogy megalkotta az első dörzselektromos gépet, ami mechanikus segítséggel sokkal erősebb töltésszétválasztást biztosított, mint a korábbiak. Ugye régen az volt, hogy fogták a borostyánkövet, és mondjuk megdörzsölték szörmével, kézbe tartva mindkét komponenst, és azon múlt a sikere, hogy milyen erősen sikerül dörzsölni, na meg azon is, hogy mennyire jó vagy rossz vezetőképességű az embernek a keze, aki ezt a jelenséget létrehozza. Görick többféle berendezést épített, az egyiknek a korabeli rajzát láthatjuk itt, itt van ez a dörzselektromos gép, ez az úriember féltéredre ereszkedve meghajtja ezt a nagy kereket, halványan látszik egy ilyen szíj áttétel, ami gyorsan bepörget egy itt levő megfelelő tárcsát vagy gömböt, és ehhez a tárcsához hozzányomják ezt a viszintes rudat, ami két szigetelő anyagú szálon lóg le a mennyezetről, például selyem volt akkoriban jó szigetelő anyag, és hogyha hozzá nyomják ezt a rudat, akkor itt nagy sebességgel dörzsölődő felületek között nagy feszültség áll elő. Mire használták ezt? Nagyon sokszor csak szórakozásra. Például ez az ábra azt mutatja, hogy egy úri szalomban egy hölgyet ráállítanak egy homokkal telt edényre, ugye szigetelés, száraz homok a szigetelő, és amikor megfogja ezt a rudat, amit föltölt a dörzselektromos gép, akkor például, hogyha nincsen szorosra bekötve a haja, akkor égnek áll a haja, vagy szikrák pattognak körülötte, és ezt roppantul élvezték azok az emberek. Ez a dörzselektromos gép nem adott akkora feszültséget, ami károsította volna az embereket. Lehet, hogy érzékenyebbek azért rosszul lettek egy-egy ilyen rázástól, de általában csak inkább valamiféle bizsergető érzést okozott. És roppantul élvezték ezt az úri szalonokban, később pedig vásárokban is mutogatták ezt. Sokáig ez az egyetlen erősebb áramforrás, bár majd elmondom, hogy azért az áramforrás szót nem szoktuk igazán erre használni, és többen tovább fejlesztik, erre most nincs időnk, a különféle dörzselektromos és töltésszétválasztó gépek történetéről beszélni. Ebben a korban, amikor 1600-as években a kutatók fölismerik, hogy nagyon fontosak lehetnek ezek az elektromosságtani jelenségek, és azt mondják, például ugye Kepler is osztja Petrus Peregrinus gondolatát, hogy esetleg a mágneses erő az, ami a bolygókat a pályán tartja. Newton pedig azt a hipotézist fogalmazza meg, hogy az anyagot, az anyag darabkáit elektromos erőhatás tartja egybe. Ez később igaznak is bizonyul, de hát ez majd csak az atomelmélet igazolja ezt. És aztán a dörzselektromos géppel elérkezett az a kor, amikor ugyan mérni még nem tudnak, de nagyon érdekes és előremutató kísérleteket folytatnak le. Például egy kutatópáros, Gray és Desaguliers, hát lehet, hogy rosszul ejtem franciául a nevét ennek az embernek, akkor elnézést kérek. Hadd mondjam úgy, hogy Gray és társa az 1700-as évek elején már olyan kísérleteket folytattak, amik előre vetítették a mai elektromos távközlésnek a dolgait is. A következőt csinálták, selyem szára, ami a szigetelés szerepét játszotta, testeket lógattak föl, és nézték az elektromos tulajdonságait. Kiderült, hogy nagyon sok fajta anyag feltölthető. Például, ha egy embert lógatunk föl selyem szálakra, meg is csinálták, akkor az egész ember feltölthető, nézzük csak, itt lóg az ember, itt jobb oldalról egy dörzselektromos géppel feltöltött rudat érintenek az emberhez, az ember maga feltöltődik, és kis papír darabkákat vonz magához, maga az ember, a feje, a keze, meg pláne a kezébe tartott lelógó fémgömb fölrángatja ezeket a papír darabkákat. És kiderült, hogy
Szinte minden anyagot fel tudunk tölteni, hogyha elszigetelünk a környezetétől elektromosan. Aztán vizsgálták, hogy milyen anyagok vezetők, milyen anyagok szigetelők, és az jött ki neki, hogy tehát fölállítottak ilyen táblázatokat, hogy melyik anyag milyen tulajdonságú, és kitalálták azt, hogy ha vezető anyagot sikerülne felfüggeszteni, úgyhogy szigetelőkön lógna, akkor jeleket lehetne ezzel továbbítani. Itt láthatjuk a jobb oldali ábrán az ő könyvükből kivett távvezeték gondolatot. Itt egy kötél viszintesen, néha alá kellett támasztani, ilyen sejemszál volt keresztbe szigetelésként, és ha a jobb oldalon hozzáértek egy föltöltött ruddal, akkor a bal oldalon ez a gömb magához vonzotta itt az állványon elhelyezett papír szeletkéket. Ezt 100 méteres távolságon meg is valósították a kertjükben. Hát csak ugye az volt a gond, ha belegondolunk, hogy ez nagyon instabil szerkezet, nem alkalmas a gyakorlati felhasználásra, az időjárás az teljesen hamar tönkre teszi ezt, vagy bármi elrontja ezt, mindenféle külső hatás nagyon instabil, meg ráadásul majd később számszerűen is bemutatom, ugye a dörzselektromosságból nagyon kevés töltés halmozható föl. Tehát amikor hozzáérintették ezt a rudat, lehet, hogy maga az elektromos jel gyorsan végigment, de az, hogy annyi töltés gyűjjön össze ezen a gömbön itt, hogy a számottevő hatást váltson ki, az másodperces nagyságrendű idő volt, tehát ha ilyennel csináltak is volna távközlést, akkor legfeljebb ilyen másodpercenként egy bitet, vagy efélét lehetett volna átvinni vele, úgyhogy az nem az igazi sebesség. Mondjuk, ha megoldható lett volna abban a korban az időjárás állósága a rendszernek, akkor valószínűleg egy bit per szekundumos átviteli sebességnek is hasznát vették volna. És itt még az alapjelenségek megismerése során az 1700-as évek közepéről 1745-ben és 46-ban egymástól függetlenül történt egy nagyon fontos felfedezés, egy von Kleist és egy Musselbrock nevű holland egymástól függetlenül fedezte föl az úgynevezett leideni palackot. Ugye az elektromos és mágneses jelenségeket valamiféle folyadékhoz kötötték akkoriba, és az volt az ötlet, hogy az elektromos folyadék, hát ha folyadék, akkor próbáljuk meg feloldani vízben, és tároljuk vízben. Ehhez létrehoztak egy palackot, ez a leideni palack, ami itt látható. A külsejét egy fém borítással borították be, itt alul. Fölülről pedig egy szigetelő dugón keresztül egy vezető anyagú, vagy vasrudat, vagy a végén ilyen láncba végződő valamit dugtak bele, és vízzel töltötték föl. Az volt a kísérletének a kísérlet alapja, hogy a fémrészt megfogva oda tartotta egy dörzselektromos géphez ezt a felső dudort a kísérletező, tehát itt egy dörzselektromos géppel hozták kapcsolatba, hogy az elektromos fluidum, ahogy akkor mondták, az elektromos folyadék belefolyjon a fémen keresztül, és összegyűjjön itt. Nos, némi dörzselektromos gép tekerés után úgy gondolták, hogy tényleg összegyűlt benne valami elektromos fluidum, és amikor összeköttetésbe hozták a két kivezetést, tehát a fém oldalfalat, meg ezt a felső tüskét, amikor összeköttetésbe hozták, akkor a kettő között egy hatalmas szikrógrottát, sokkal nagyobb, mint amit dörzselektromos géppel közvetlenül létre tudtak hozni. Ez képes egy embert elkábítani. Ez sokkal nagyobb töltést jelent már, mint a dörzselektromos gép. Tehát mondhatni, teljesen sikeres volt a kísérletük. Érdemes, aki szórakozni akar, nézze meg a fizika kultúrtörténetek könyve az erről való leírást. Az egyik felfedező, most nem tudom, hogy von Kleist vagy a Musselbrock, szinte heroikusan
írja le küzdelemeit, meg szenvedéseit, amit neki ez a megrázás okozott. Hát ez már ki tud ütni egy ember, tehát ez már nem játék, egy lejdeni palack, de ahogy a tudós leírja, a tudomány érdekében vállalja ezt a szenvedést, és jó néhányszor megcsapatta magát ezzel a cuccal, hogy kitapasztalja a dolgokat. Ugye nem volt berendezés, amivel mérjék a feszültséget, lényegében az élettani hatásból következtettek a hatásosságára. És hát az azt mutat, hogy tényleg sikerült összegyűjteni a töltéseket. Ma ezt a berendezést kondenzátornak neveznénk. Töltések halmozódnak fel a fémlemezen, amikor összekötjük a dörzselektromos géppel, plusz a benne levő víz is polarizálódik, a vízmolekulák polarizálódnak, és ez is segít tárolni az elektromosságot, a tárolni a töltést. Aztán csak hamar rájöttek, hogy még erősebb hatás váltható ki, hogyha több lejdeni palackot összekötnek, rájönnek arra is, ami a mai áramköri kapcsolások alapja, hogy lehet sorba vagy párhuzamosan kötni ezeket, rájönnek, hogy töltéskor párhuzamosan érdemes kapcsolni ezeket, kisütéskor pedig sorba kell kapcsolni ezeket, és megalkottak, hát akkoriban a mechanika, a gépészet bőven tartott ott, hogy meg tudtak alkotni ilyen félautomatikus kapcsoló szerkezeteket. Miért is nem kézzel kapcsolgatták a soros és párhuzamos állapot között a rendszert? Mert megcsapta volna őket az áram, és az kellemetlen lett volna, tehát megoldották ilyen egyszerű mechanikus tengelyekkel, meg ilyesmikkel, hogy ezt a rendszer érintésmentesen tudja megcsinálni. Illetve legalábbis szigetelőn keresztül értek csak hozzá. Jedlik Ányos is csinált ilyen villámfeszítő gépet az 1800-as években, majd róla később beszélünk, és ő 90 cm-es szikrákat is létrehozott így. Ez egyrészt játéknak tűnik, másrészt viszont a nagy feszültség előállítása később nagyon hasznos volt, például a részecske gyorsítók felépítésében. A lejdeni palack az alkalmazások fellendülését hozta magával, továbbra is népszerűsítő szinten is, akár cirkuszi mutatványok szintjén is bemutatták ezeket a jelenségeket, de itt már elkezdődött az élettani hatásokkal való kísérletezés is. Korlátozta a lejdeni palackok alkalmazását, hogy nagyon kevés töltést halmoztak fel. Erről később majd az áramforrásoknál egy külön oldalon bemutatom, hogy nagyságrendileg mit jelent ez. Nem lehet tartósan elektromos áramot folyatni ezekkel. Tehát nem lehet ezekkel mondjuk elektromotort üzemeltetni. Nem bírják sokáig az áramot leadni, és nincs bennük sok energia. Lásd később. Ha az elektromosságtan jelenségeinek a megismeréséről beszélünk, akkor semmiképp nem hagyhatjuk ki Benjamin Franklinnek az alakját, aki több szempontból jelentős, például ő az első nemzetközileg is elismert amerikai, hát Egyesült Államokbeli természettudós. És aki a történelemkönyvet ismeri, az tudja például, hogy politikus is volt, például ő tárgyalt a franciákkal, miközben az amerikai függetlenségi háború zajlott az angolok ellen, több évet töltött Franciaországba nagy követként. De jelentős író, feltaláló, ő szervezi meg az USA tűzoltóságát, és rengeteg mindent csinált. Bifokális szemüveget tervezett, és az egyik, ami legjobban tetszik tőle, csak sajnos a kor nem fogadta el, már őt is zavarta, hogy az angol nyelvnek a leírása nem fonetikus, és tervezett egy fonetikus írásmódot, tokkal, vonóval fölépített. Csak sajnos nem fogadták el, pedig mennyivel egyszerűbben tanulnánk most angolul, hogyha nem úgy kellene találgatni, hogy leírnak egy betűsort, és azt vajon hogy kell kiejteni, zárója bezárva. Benjamin Franklin sok lejdeni palaszkos kísérletet hajtott végre, mindenféle trükközést próbált vele, roppantul élvezte, erről is van leírás a fizika kultúr történetében, hogy a tudós társaival, hogy kísérletezik a lejdeni palackokkal, az mennyire menő dolog,
ma így mondanánk, de legismertebb a papírsárkányos kísérletéről. Az volt ennek a lényege, hogy viharos időben papírsárkányt eregetett, eléggé meredek dolog, de hát a tudósok kockáztatnak sokszor, és a papírsárkány tartó kötél aljára akasztott egy nagy fémkulcsot. Ugye a vizes kötél az vezetőként viselkedik, és azt tapasztalta, hogy amikor gyűlnek a felhőben a töltések, de még nem csap le a villám, akkor a föld és a kulcs között már szikra ugrik át, mert a vizes kötél vezetőként viselkedve megkönnyíti a töltések lejutását. És azt is észreveszi, hogy ha a kulcsot hozzáérinti egy lejdeni palackhoz, akkor föl tudja tölteni, és ezután a lejdeni palackkal minden olyan kísérlet elvégezhető, ami dörzselektronos géppel feltöltött lejdeni palacknál működött. Megállapítja helyesen, hogy a villámlás ugyanolyan természetű, mint a dörzselektromosság. Hát azt azért hozzá kell tenni, hogy ezt korábban mások is megfogalmazták, hiszen már a dörzselektromos gépből is ilyen centiméter nagyságrendű szikrák pattogtak ki, és nyilvánvaló volt a hasonlóság a villámlással, de azért ez volt a direkt kísérleti bizonyíték, hogy a villámlásból leszedett valami az lejdeni palackot föl tud tölteni, ami ugyanúgy viselkedik, mint ha dörzselektronos géppel töltötték volna föl. Vizsgálatai során Franklin rájön arra, hogy a hegyes rudak segítik a töltés átadást, azaz a kisülést, és innen jött a villámhárítónak a gondolata, ugye ő a tűzoltóság szervezője is az USA-ban, tehát ez egy nagyon fontos, és villám gyorsan elterjedt ez a felfedezés az egész világon, és nagyon sokat hozzátett az épületek biztonságához. Na most Franklinnek ez a villámos kísérlete annyira híres, hogy rengeteg helyen ábrázolták. Itt van egy régebbi fajta ábrázolása ennek, még ilyen angyalkák is vannak a háttérben, kicsit mókásan néz ki ez a dolog. És hát ez a kép, hogy egy ilyen félőrült tekintetű tudós viharos időbe valami dróttal kísérletezik, és nézzük, itt a kulcs, a kulcs és a keze között itt ugrik át a szikra. Nos, ez lehet, hogy emlékeztet minket, legalábbis engem emlékeztet a Back to the Future-nek a dokiára, amint éppen villámokból szerez energiát, és köti össze a drótokat, és itt már jön a villám. Jaj, hát persze mondani se kell, hogy ilyen nincs a valóságban, hogy itt jön a villám, és ő meg köti össze. Ez túl gyorsak a jelensége, de hát attól még a film nagyon jó volt. Hát én nem tudom explicite, de gyanítom, hogy Benjamin Franklin, aki nagyon népszerű az USA-ban, nem csak a tudományos, hanem a politikai tevékenységét is elismerik. Szóval Benjamin Franklin alakja befolyásolta a félőrült dokinak az alakját, és kihatott például a Visszajövőbe filmre is ez a Benjamin Franklin alak. Ezekben az időkben felteszik a tudósok azt a kérdést, hogy na de mi is az elektromosság? Valamiféle folyadéknak gondolják többségében, ugye innen származik a lejdeni palack ötlete is. Sokan azt gondolják, hogy kétféle elektromosság van, a borostyán elektromossága, meg a szörme elektromossága, az kétféle elektromosság, kétféle folyadék van. Franklin azt mondja, hogy csak egyféle elektromosság van, és ha ebből túl sok van, akkor az egyik, ha túl kevés, akkor az a másik töltöttséget jelenti. Ma már tudjuk, hogy egyiknek sincs teljesen igaza, de Franklinnek a modellje annyiból előrelépés a korábbiakhoz képest, hogy a töltés megmaradás az benne van, és valószínű a kísérleteinek ilyen tapasztalatai alapján fogalmazta meg Franklin ezt a modellt, hogy megsejtette, hogy itt a töltés megmaradás szerepet játszik. Miért is? Mert ha csak egyféle elektromosság van, akkor ha van egy semleges testünk, és abból átcsoportosítunk egy kis elektromos fluidumot egy másik testre, akkor a kettőnek együtt nem változik meg ez az anyaga. Ha kétféle elektromosság van, akkor elvileg nem elképzelhetetlen, hogy gyártunk egyik elektromosságú folyadékot, és akkor nem marad nulla az ösztöltés egy zárt rendszernek.
De itt még korai, és ugye nincs még az atomelmélet, tehát nem hogy az elektronokról, de még az atomokról se tudnak. Hát sejtések vannak csak ebben a korban. Egy megjegyzés itt a végén. Ezeknek a kísérleteknek, az elektromos és mágneses tereknek sokszor mágikus erőt tulajdonítottak a korábbiakban. Főleg ugye az ókorban olyan nagyon misztikusan nézett ki, hogy mondjuk a mágnesvasérc odaránt valamiket. És a kor tudósai azért már lerázták magukról ezt a mágikus alkimista hangulatot, itt az 1700-as évek végére már, de azt remélték, hogy valami nagyon jelentős felfedezésre jutnak, az anyag szerkezetének a megismerését, meg az élet titkát, meg egy csomó mindent reméltek. És tulajdonképpen igazuk lett ebben a dologban. Bár nem értettek sok mindent, de például látták, nem sokára majd mutatom, látták azt, hogy az elektromos áram az emberi idegrendszerre hatást gyakorol. Innen származik az 1800-as évek elejéből a Frankenstein történet, amiben halott állati testrészekből összerakott lényt elektromossággal keltenek életre, például. És ekkoriban az elektromos és mágneses jelenségek ilyen félmisztikus köntösben vannak még, de a motiváció már megvan, az alapjelenségeket megismerték, és ahhoz, hogy igazán előrelépés legyen, szükséges lenne a számszerű törvényeknek a felfedezésére, hogy hogyan lehet ezt matematikával leírni, de erről majd a következő előadás fog szólni. Köszönöm a figyelmet!